Fegyveres terrorrel hárítók biztosították a szerdán Dunaföldvárnál elfogott 97 migráns szállító kamiont. A román rendszámú jármű Szerbia felől érkezett és egy moldáv férfi vezette. Egy parkolóban állították meg a rendőrök. Az illegális határsértők közül többen menekülni akartak, de az egyenruhások feltartóztatták őket. A leszállított migránsokat megmotozták, egyesével kikérdezték őket, és fotót készítettek róluk. Végül rabszállítóval vitték őket vissza a déli határkerítéshez. A 22 éves moldáv sofőr ellen, aki jogosítvány nélkül vezetett, pedig embercsempészet megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. Ezek pedig már péntek délelőtti felvételek. Vezetőszáron bilincsben kísérték a bíróság épületébe a rendőrök az embercsempészt. A tárgyalóteremben arról született döntés, hogy 30 napra letartóztassák-e a moldáv férfit. Magyarországi tartózkodási hellyel nem rendelkezik, Magyarországhoz semmilyen módon nem kötődik, kifejezetten és kizárólag a bűncselekmény elkövetése céljából érkezett Magyarországra, ezért a szökésétől és elrejtőzésétől tartani lehet. Az ügyészség szerint az embercsempész bűnszervezetben dolgozott, emiatt ha szabadlábon védekezne, befolyásolhatná a társait. Az ügyészség álláspontjával a nyomozási bíró mindenben teljesen egyetértett, így ennek megfelelően el is rendelte a letartóztatást 30 napra. A továbbiakban a nyomozás kényszerintézkedés mellett folyik tovább. A 22 éves 97 migráns szállító embercsempész akár 16 év börtönt is kaphat.